A túrautózás után a hegyi versenyzésben is letette a névjegyét Nagy Norbi, aki élete harmadik EB hétvégén dobogóra állhatott, méghozzá Szlovákiában. Norbi, köszöntelek a stúdióban, és egyúttal gratulálok ezzel a megeledményhez. Szia, köszönöm a meghívást. Hát, milyen volt? Milyenek voltak a kezdetek hegyi autózásban túrautósként? Nem is talán a maga a hegyi versenynek a lebonyolítása volt nekem itt a nehéz, hanem az, hogy én eddig folyamatosan csak elsőkerekes autókkal versenyeztem, illetve minden év végén mentem ugye a Silvester Rallyn egy-egy Mitsubishivel, de nagy tapasztalatom nekem nem volt csak elsőkerekes autóval, és most egy 500 dolláros BMW-vel kellett rajtolnom, és nem is nagyon sokat tudtam tesztelni a verseny előtt, tehát tudtam menni egy reptéri programozás erejéig az autóval, ami csak egy egyenes, visszafordít, úgyhogy hát nagyon sokat szimulátoroztam és próbáltam egy kicsit visszaemlékezni még a régi gokartos éveimre, hogy ahhoz hasonló ennek az autónak a mozgása. Mi az, amit még ezen kívül nehéz volt megszokni a hegyi versenyzésben? Hát ez talán közben jöttem rá, hogy nagyon-nagyon sokat kell várakozni, nagyon sok csúszás van sokszor, amikor ugye annyira közel tudnak lenni itt is amúgy a versenyzők egymáshoz, hogy tizedek döntenek, és ugye, amikor már versenyre kerül a sor, akkor mindenki próbálja ugye kiélezni a menését, és hogyha bárki megfogja a szal, akkor látod, akkor azonnal a piros zászló van, és 10-20 perc, vagy akár fél óra várakozás is következik, és amikor már ott vagyok a rajtelőkészítőben, beöltözve az autóban, és szólnak, hogy akkor még fél óra, ezek ilyen idegöllő pillanatok. Azok kedvéért, akik nem annyira jártasak még a hegyi versenyzésben, azok kedvéért mondd el kérlek, hogy milyen egy versenyhétvége lebonyolítás az Európa-bajnokságon? Hát hasonlít a rallyhoz, tehát itt is egyesével indulunk, ugye csak időmérés alapján megy a versenyzés. Egy adott szakaszon megyünk, sőt, nem mint a rally, hogy több szakasz van itt, ugyanaz a szakasz, amikor mindenki fölért, akkor összegyűjtik ugye a mezőnyt, és akkor egyből legurulunk mindig a hegyről. Tehát, hogy egy ilyen tükör-aszfaltú szerpentint használunk az egész hétvége alatt. A lebonyolítás az változik hétvégéről hétvégére, például a trentói olasz fordulón csak egyetlen egy versenyfelfutásom volt, nem volt semmilyen javítási lehetőség, mert annyira hosszú pálya és annyira sok induló volt, hogy nem fér bele több egy napba. Tehát 350 induló volt, 17 kilométeres volt a pálya, ilyen 300 méteres magasságról indultunk, és 1600-on volt a cél, hogy ez brutális volt. Aztán most a mostani versenyen, ahol legutóbb voltam Limonovában, itt volt 5 felfutásunk, ami edzés volt, és utána 2 verseny. Úgyhogy nagyon változó, de általánosokban elmondható, hogy sokkal kevesebb kilométert megyünk egy hétvége alatt, mint egy túraautós versenyen. Annak tükrében, hogy egyébként a mezőnyben, bár a te autó sem gyenge, de vannak még erősebb járművek, ennek tükrében hogy értékeled az eredményed, mennyire vagy elégedett? Én dobsinán nagyon meglepődtem a szlovákiai hétvégén, hogy ilyen 3-4 másodpercre voltam az adott kategóriának az első helyezettjétől, aki egy majd 200 lóerővel erősebb és egy összkerekes autóval versenyzik. Aztán most Limonovába elmentünk ugye újra a hegyi EB-re, és olyan Mitsubishi ellen mentünk, ami 8-900 lóerősek voltak, mint lengyel versenyzők, ellenük már semmi esélyem nem volt. Így is a mondjuk kategória 6. helyezést tudtam elérni, azt hiszem talán 12 vagy 14-en voltunk a kategóriában. Igazából én ezeket úgy fogom fel, hogy amikor előre tudok végezni, azt egy ajándéknak fogom fel, amikor pedig a közepén a kategóriának nagyjából az a maximum, amit most ki tudok hozni az adott csomagból. Ez jövőre fog változni, teljesen új szabályrendszer szerint fog zajlani az egész hegyi Európa bajnokság, ami egy sokkal pilóta és egy pénztárca barátabb megoldás lesz. Azt olvastam egyébként, hogy most legutóbb Lengyelországban, Limanovában nagyon csúszós volt a pálya. Igen, én még életemben nem versenyeztem ennyire csúszós pályán, és akik már 10 éve hegyi versenyeznek, és beszélgettem ilyen pilótákkal, ők is azt mondták, hogy nem is értik, hogy miért volt ennyire csúszós most ez a pálya, és tehát ugyanez a pálya 2-3 éve egyáltalán nem volt ilyen. Talán ezért is volt most ekkora előnye az összkerekes autóknak a hátsókerekes autókkal szemben. Nagyon-nagyon szerencsé, hogy nem esett le az eső, nem is tudom, hogy értem volna fel a BMW-vel, de túl vagyunk rajta, és hát úgy kell felkészülni jövőre erre a pályára, hogy valamilyen ultrapuha gumival. A túrautózás mennyire hiányzik, és mi hiányzik belőle a legjobban, vagy ki? Nem is az, hogy ki, talán a testesteleni harcnak van egy olyan feelingje, amit egy hegyi verseny ugye nem tud adni, viszont ez fordítva is igaz. Tehát a hegyi verseny feelinget se tudja pótolni egy körpályás versenyén.
én mindig is mátrai srác voltam, és álomszerű volt nekem, hogy hegyi ebben induljak el. Ugye egy nagyon sokáig arról álmodoztam, hogy a mátrai hegyi versenyen indulhassak, aztán ugye ott volt szerencsém indulni többször is, és én mindig azt mondtam, hogyha valaki kérdezte a távlati céljaimat a pályaversenyzés mellett, mindig oda tettem, hogy a hegyi EB-n én még szeretnék helytállni, és most lehetőségem nyílik rá. És az időeredményeid azok mennyire hasonlatosak a való életben a szimulátorban elértekhez? A szimulátor mindig gyorsabb szokott lenni, mert ott azért sokkal optimálisabb a körülmények, mint élőben. Távlati terveid? Mik a hegyi Európa bajnokságon? Hát építjük most az én saját versenyautomat is, ez egy Evo 6-os Mitsubishi. És most ugye már említettem ezt az új szabályrendszert, ezt a performance faktort. Az alapján szeretnénk építeni, hogy ne kerüljek egy kategóriába ezekkel az űrhajó 900 lóerős Mitsubishikkel, hanem én egy ellentebbire szálljuk ezt az autót. Meg lehetne célozni az egyes kategóriát, de hát ez anyagilag nem bírható. Úgyhogy most vagyunk azon, hogy volt egy elképzelés évelején az autóról, hogy milyenre szeretnénk építeni, aztán a év közben körvonalazottak ki ennek a performance faktornak a részletei, és most egy kicsit át kell gondolni az egész autónak az építését, hogy az adott kategóriában majd beférjünk. Ugye említetted, hogy azért mégiscsak a szíved mélyén hegyi versenyző vagy, és hogy most abszolút a Hirden is vagy, azt mennyire lehet mondani az EB szereplésedre és egyáltalán ezekre a futamokra, hogy ez számodra valahol egy örömautózás, örömversenyzés? Hát főleg most a BMW-vel, amikor mondjuk 10 másodperc kapok egy 900 lóerős Mitsubishitől, és tudom, hogy nem tudom utól érni, viszont egy hátsó kerekes autó, egy csúszós pályán látványosan lehet menni, ezek öröm autózások. Aztán jövőre, hogyha ezzel az új szabályrendszerrel nagyon egyforma képességi autók jönnek össze, ott nem hiszem, hogy öröm autózás lett, ott minden tized számítani fog, úgyhogy ezt még most idén kielvezem, aztán meglátjuk, hogy jövőre hogy fog alakulni. Az örömautózást elsősorban abban a vonatkozásban értettem, hogy az, ami van és történik veled, az minden szívből jön. Ja, persze, ez nekem mindig is egy tényleg egy szívügyem volt, és nagyon érdekes olyan versenyzők ellen menni. Mondjuk ott van a Felix Pailler, egy narancsárga lancsával versenyzik. Nekem egy nagy kedvencem volt, mindig YouTube-on néztem a felvételeket arról, hogy úristen, hogy még micsoda sárkányok mennek ezeken a hegyi versenyeken, és most ott vagyunk és beszélgetünk, és előtte végzek egy-egy versenyen, úgyhogy nekem ez egy olyan dolog, ami elmondhatatlan így ilyen pályákon versenyzi, ilyen versenyzők ellen. Európa bajnoki cím? Nyilván az a hosszú távú cél. Én már jövőre meg szeretném célozni, hogyha olyan kategóriában tudok menni, ahol az én autóm, tehát hogyha nem lesz technikai hátrányom, akkor én meg szeretném célozni az Európa bajnoki címet a saját kategóriámban. Sok sikert ehhez. Köszönöm. Nobi, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.